Sziasztok, ma éjszaka itt vagyunk a Szegedi Sing Sing Diszkóban. Egy elég érdekes estének nézünk elébe, ugyanis ma a vendégünk DJ Kincses, aki igaz, hogy már évek óta itt zenél a Sing Singben, azért szerintem ma este egy olyan blokkal készült mindenkinek, ami kicsit ütős lesz, ismerve Szabolcsot. Több mint 17 éve az ország egyik legmeghatározóbb klubja. Olyan 95 környékén nem nagyon tudták még az emberek, hogy mi az a dance mix. Ugyanis akkor indítottunk el itt a Sing Singben egy olyan új sorozatot, ami az elektronikus zenei világot akkor elég jól megbolygatta Magyarországon. Aztán ennek köszönhetően a diszkó egész országban népszerűvé vált. Már 15 éve ismerem Szabolcsot, mondhatom, hogy gyerekkori haverok vagyunk. Akkor egy kis igazi ugri-bugri DJ-ként tűnt fel, aki ide-oda kapkozott a különböző stílusokban. Aztán szépen ahogy nőtt fel és kezdett megkomolyodni, már amennyire Szabolcs megkomolyodott, úgy a zenei világa is, én úgy gondolom, hogy kialakult és rá jellemző módon beállt egy bizonyos stílusra. Ennek köszönheti szerintem, hogy az országban nagyon sok helyre hívják, és egyre felkapottabb DJ. Nincs is teljesen szürke. Egy ilyen, nem is tudom, ilyen jelmászkálgat itt a diszkóban, meg ugye van. Néha egy mutogatja magát, meg egy dobja a haját így jobbra-balra. Ennyi. Hatalmas hangulatot tud csinálni a saját felvételekkel, és nagyon ügyesen mellé pakolja azokat a zenéket, ami rá jellemző. Avval az energiával, avval a lendülettel, és avval a hülyeséggel, amit belevisz a szettjébe. Hülye ruhákat vesz fel, tehát hülyén néz ki. Nem normális emberét, fölöltözik rendesen, Kincses meg ilyen vízbaszokba fölöltözik. Jó gyerek a Szabi, de hát érted, nem tud messzire menni. Szabi meg nagyon extrém a Szabi. Hát úgy gondolja, hogy extrém. De van az a pénz, amilyen meg tudjuk enni a Szabit. Már régóta mondogattuk neki, hogy valami önálló dolgot is kellene csinálnia, aztán kapott az alkalmon, és elindította a saját zenéket. Én azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült, ha csak az elmúlt egy évet nézzük vissza, hiszen itt a Sing Singben is valamilyen fényekről énekelt valami. Igen, meg felhők alatt, hogy mi? Én vagyok a fény, meg valami ilyesmi. Jó volt, nem volt rossz, ott énekelt benne valami lány, meg ilyenek. Igen. Kenya Szabi, jó csinálj. Gratulálunk, csak így tovább. Csókolj a Szabit. Szabolccsal itt most már több mint 6 éve együtt dolgozunk, nagyjából azonos a zenei világunk, és hogyha lejön egy vendég, akkor mégis meg tudja mondani, hogy mikor vagyok én és mikor van a Szabolcs. Mert hogy neki egy kicsit másabb a zenei felfogása. Ha csak a technikai részét nézzük, én úgy gondolom, hogy nagyon lendületesen pakolgatja egymásra a zenéket. Nem igazán játsza mindig végig, tehát nem mondhatjuk rá, hogy ő az a diszkós, hogy elejétől a végéig lejátsza, hiszen kifizettük azt a lemezt, hanem épp ahol az ő hangulata megkívánja, ott nagyon, nagyon ügyesen, gyorsan vált. Nagyon jó tud különböző blokkokat kialakítani. We'll be right back.
Nagyon jól megtalálja az emberekkel a kontaktot. Évek óta rádiózik, úgyhogy ezt a vénáját szerintem egy szombatesti buliba se tudja levetkőzni. Csak így csinálja tovább, mint ahogy eddig, és aztán reméljük, hogy eléri azt a sikert, amire ő most már évek óta vágyik, és országos szinten szerintem most már megvan neki, úgyhogy Szabolcs irány külföld.